Isztria után most ide a Krik-szigetre látogatunk megnézni egy gokártpályát, ugyanis Krik mellett található a Krik Karting Klub, és örülnék, hogyha lenne benne még pár magánhangzó, de nézzük meg, hogy mi a pálya. A mai horvátországi helyszínünk a Karting Klub Krik, ami Krik városától északra található, közvetlenül az országút mellett, ezáltal könnyen megközelíthető. Ez a pálya egy viszonylag rövidebb nyomvonallal rendelkezik, éppen hogy nem éri el a 300 métert, a szélessége nagyjából 5 és 6 méter között változik, és 9 kanyarral rendelkezik. A pálya elég technikás, található rajta számos visszafordító kanyar, de néhány szakaszon szükség van gyors irányváltásokra is. Nézzük, hogy milyen ez a kriki pálya. A gokárt az inkább hangos, mint nagy. A fék az ló, f***sz. Na nézzük, hogy milyen akkor a pálya. Itt kezdődik a kör. Az első kanyarnál kicsit meg kéne fékezni a gokártot, de a fék annyira nem erős ebben a gépben. Megint egy kicsit ráfékezek, de inkább csúsztatni kéne a gokártot szerintem, mert itt már az jobban megy. Ezt itt már padlóval kísérleteztem, ez megy. Ennyi egy kör a kriki pályán. Próbálok minél kevesebbet fékezni, mert amúgy se fog. A vonalvezetést tekintve küzdeni lehet rajta, de annyira szélesnek nem mondanám. Bevállalósnak kell lenni egy-egy előzésnél, hiába vannak visszafordítók. Na, a sokadik kör után azt kell, hogy mondjam, a vonalvezetés nem rossz. Így körözgetni el lehet. Igazából itt Horvátországban a gokártozás nem olcsó. Ez a pálya is, amikor jöttünk, igazából pangott. Én vagyok az egyedül a pályán. De igazából egy menet, egy 10 perces menet kerül annyiba, mint otthon nagyjából 3. Tehát itt 150 kuna volt ez a 10 perces menet, és az átszámolva majdnem 9000 forint. Onboard-körök alatt elmondtam, hogy mit érzek nagyjából erről a kis pályáról. Önmagában jó, tehát így feelingre, szélességre, így nagyjából a battalinkhez tudnám hasonlítani, azzal a különbséggel, hogy egész végig síkban van. Vannak előzési lehetőségek, hiszen visszafordítókból áll, úgyhogy versenyezni is lehet rajta szerintem. Önmagában, amivel nem vagyok elégedett, az a géppark, ugyanis elég régiesnek tűnik. Gyorsulásnál azért lehet érezni, hogy jó lenne bele még egy kis kraft. A pálya árazása szerintem kicsit sok arra nézve, hogy ugye mekkora a pálya, és hogy ugyanezért az árért sokkal jobb pályákat kapsz, akár a Pulai Green Gardent, vagy a következő videóban lévő Karting Domburát. De önmagában egyébként jó, ha szeretsz gokártozni, egyszer kipróbálhatod, haverokkal mész, akkor biztos jó buli. Úgyhogy szerintem azért egy menetet mindenképpen megér. Ha pedig kíváncsi vagy a harmadik gokártpályára, amit itt a környéken teszteltünk, pontosabban a híd túloldalán, a Kartodrom Burát, akkor iratkozz fel a csatornára, és ha tetszett az a videó, akkor kedveld, és hozunk még különböző pályabemutató videókat. Legyetek jók, sziasztok!